Magyarország északkeleti szegletében, a Zempléni hegységben eredő Bisó-patak völgyébe fekszik Füzér. Az ide vezető legismertebb út elvezet a Károlyiak Füzérradványi kastélya mellett, ahova érdemes betérni, mert a leendő kastélyszálló egyre több látnivalót kínál a különböző reneszánsz részletekkel. Ahogy közeledünk Füzérhez, feltűnik előbb a Várhegy, majd egyre jobban kivehető maga a vár és a markáns tetővel lefedett kápolna. A Várhegy a Nagymilisz hegységcsoport része, s így tagja a Belső-Kárpáti vulkanikus övezetnek, a késői felszínt alakító mozgásoknak köszönhető születése. A község jellegzetes hegyi falu, annak oldalába és lábához telepítették a házakat, a rétegvonalakon futnak az utcák. Ma már nem csak a várom miatt keresik Füzért, és nem csak a turisták. Egyre többen veszik igénybe a falusi turizmus helybéli szolgáltatásait, augusztus végi napokban ide is eljutnak a Zempléni Zenei Napok eseményei. Füzér vára azon kevés magánvárak közé tartozik, mely a tatárjárást megelőzően már létezett. Egy oklevél szerint az 1235-ben elhunyt II. András még az életébe megvásárolta a vak Andronikus mestertől a várat és az uradalmat. A mester a megye egyik névadójának, az abáknak egyik ágának volt tagja, és a fenti adat szerint már a 13. század első harmadában vára áll. Ez időből ma már csak a külső falok származnak, a várudvaron álló fából ácsolt épületek eltűntek. A vár élete igen mozgalmas volt. IV. Béla fia István herceg elfoglalja, majd ugyanezt teszi a pártütő oligarcha Abba Amádé, de végül Károly Róbert király visszaszerzi a várat. A 14. század végétől a Perényieké Füzér másfél évszázados működésüknek köszönhető a kaputorony, a palottaszárny és a kápolna. 1526-ban Perényi Péter egy esztendeig itt őrzi a Szent Koronát. A tűzfegyverek terjedése miatt a koronaőr kapubástyát emelt a kaputorony elé. A 16-17. Században gyakran cserélt gazdát a vár és az uradalom, majd a kincstár élet. Lassan kiderült, hogy harcászati szerepe egyre kevesebb, előbb fölgyújtották, majd a falu lakói elhordták köveit. Füzér a műemlékvédelem új kategóriájába, a történeti tájba illő együttes, az 1940 óta természetvédelmi területével, templomaival, házaival és várával. Füzérnek a várom teljes felújítása, illetve felújítása nagyon sokat jelent, de magának az egész hegyköznek. Azért az egész hegyköznek, mert hegyközben, ha ide akarnak Füzérre látogatni, akkor hegyközben meglátogathatják Szép Halmot, a Kazinci Múzeumot, meglátogathatják Füzéradvány Károlyi Kastélyt, akkor meg kell, hogy nézzék Kőkaput, ami most került teljesen felújításra, Holóházán ott van a ragyogó Porcelán Múzeum. Füzér község lakói közül nagyon sokan munkanélkül vannak, és ez bizonyos fokig a felújítás is munkát ad az embereknek. Jelenleg is több falusi ember dolgozik fönn a váron. Továbbá idegenforgalmi szempontból és a falusi turizmus szempontjából is lényeges, aki fölmegy a Füzéri várba, azoknak lehetősége legyen egy felvonónak a használatával, hogy úgy kerüljenek fel a várba. Ott lehetősége nyíljon, hogy üdítőt, esetleg étkezési lehetőséget találjon. Füzér falu
nem csak a váráról nevezetes, hiszen több más látnivaló is van itt, még ha nem is annyira közismertek, mint a vár. Maga a falu is középkori eredetű természetesen, ennek a legjobb bizonyítéka a plébánia templom, melynek helyreállítása során a közelmúltban jelentős középkori részletek bukkantak elő. Úgy tűnik, hogy a tatárjárás után, a 13. század második felében épülhetett meg a falu első plébánia temploma, melynek jelentős részletei maradtak a mai döntően barokk kizárt épület nyugati felében, hajójának nyugati felében. Különösen kiemelkedő a déli homlokzaton előkerült bérletes románkori kapuzat, illetve a templom belsőben a középkori részen előkerült középkori freskók, mind az északi, mind a déli hajófalon. Ma körülbelül kétszer akkora a plébánia templom, mint az eredeti méretű. Található a faluban egy református templom is, mely a 18. század közepetáján épült, látványos, szintén 18. századi festett famennyezettel. A református templom tőszomszédságában áll egy tájház, amely a hegyközi 19. századi népi építészet reprezentása, amely méltó módon van helyreállítva és helyi történeti anyaggal, néprajzanyaggal van kitöltve. Ennek a várnoknak megmaradt, szinte teljes épségben megmaradt egy gyönyörű szép kápolnája, késő gótikus építmény, amely fantasztikusan látványos, és ha valaki ezt egyszer megnézi, soha nem fogja elfelejteni. A folyó feltárás újabb és újabb, jobbnál jobb eredményeket hozott. Sikerült tisztáznunk a vár alaprajzi elrendezését, illetve a kép és különféle fázisait, valamint a különféle korokra jellemző használati kerámiát, régészeti leleteket, kőfaragványokat sikerült azonosítanunk. Ezek közül kiemelkedő jelentőségű az az igen gazdag kásembe anyag, amely döntően a 16-17. Századból. Mindezekkel párhuzamosan ugye eltávolítjuk a néhány helyen több méter vastag omladékot a helyiségekből, így használható terekhez jutunk, amelyek alkalmasak arra is, hogy a korabeli életet bemutassunk eredeti helyszínen, tehát kulturális rendezvények is alkalmatos lehet ez a vár. Az igen gazdag leletanyag valahol bemutatásra kerülhetne, akár a faluban, akár a várban, ez is egy idegenforgalmi mozdulatot jelenthetne. A vár helyreállítási munkái 1994-ben kezdődtek meg. A munka első ütemét az északkeleti szárnyon elhelyezkedő gazdasági épületek romjainak helyreállítása jelentette. Itt a falmaradványok felmagasítására, a várfalak javítására került sor. Bemutattuk az itt feltárt kemencét, mellette a konyhának a maradványait. Nagyon látványos maradványa a várnak az itt álló, szerencsére fennmaradt kétszintes árnyékszék torony, ami ugyancsak helyreállításra került. A legértékesebb része az együttesnek a késő gótikus várkápolna, amely szerencsére állt az idők viharát, falai fennmaradtak. Erre védőtető épült, és belső kőfaragványainak restaurálása megkezdődött. Elképzelésünk szerint sor kerülhet az igen kvalitásos mérműves ablakok, azok osztóbordáinak, az ülőfülkéknek, a belső falfelületek faragványainak, sőt, esetleg a boltozatnak is a rekonstruktív visszaállítására. A kaputoron hozzá kapcsolódó bástyával, melynek építése, helyreállítása jelenleg folyik. Erre is tető fog kerülni, a belső fafödémek visszaállítása kerülnek, ezzel két értékes tere válik használhatóvá, ahol egy kis kiállításon lehet majd bemutatni a vár történetét.
Ez egyben egy kilátótoronyként is fog működni, hiszen gyönyörű a vár környezete, innen kör panorámában gyönyörködhetnek majd a látogatók. A palotaszárnyak sajnos nagyon romlott és pusztuló állapotban vannak. Terveink szerint itt olyan mértékű kiépítés történne, hogy a ide látogató érzékelje, hogy a terek mekkorák voltak, a terek kapcsolata milyen lehetett, és egyáltalán az egész építmény, a palotarész hogyan illeszkedett a vár egészébe. Várfalak látványos szakasza a kapu bástyától induló egykori ágyúállásos falazat, melyben megvannak az egykori bőrések. Ezeket most belülről föltakarja, de jelentős földmunkával kiszabadíthatók, és ezzel az egykori ágyú terasz és az előtte lévő falazat bemutatható lesz.